bankkártya adatoknak a kinemadására, illetve ezeknek a fokozott védelmére hívjuk fel a figyelmet. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai az online bűn megelőzés fontosságáról és a nyári időszakban leggyakrabban előforduló bűncselekményekről tartottak tájékoztatást az Alba Pláza előtti téren szerda délelőtt. Az érdeklődők egy pohár limonádé elfogyasztása közben hallgathatták meg a legfontosabb instrukciókat. Ezeket a bűncselekményeket szükséges megelőzni, és a saját érdekükben, a saját felelősségükre is felhívni a figyelmet, hogy a személyes adatokat, banki adatokat ne adják ki. Ezen a poháron van egy bankkártya, ami szintén ezt a figyelmet, illetve egy lakat, hogy zárjuk le ezeket, és ne adjunk ki idegennek semmilyen személyes és banki adatot, valamint egy segélyhívó szám van feltüntetve. A 112-t abban az esetben javasolt hívni, amikor valaki bűncselekmény áldozatává válik, vagy szemtanúja egy esetleges bűncselekménynek. Vörös Ferencné arra is felhívta a figyelmet, hogy melyek azok a nyári szezonra jellemző esetek, amelyek például strandolás közben bárkivel előfordulhatnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törölköző nem szép, ne oda helyezzék el az értékeiket, valamint a gépjárműveikben ne hagyjanak értéket az utastérben, hiszen ez felhívás arra, hogy az elkövető érdeklődését megnövelve ezt elpróbálja tulajdonítani, valamint a nyaralókban történő betörésekre is felhívjuk a figyelmet. Vörös Ferencné hozzátette, hogy a nyári időszakban folyamatosak lesznek a bűnmegelőzési kampányok a rendőrség részéről, hiszen az a legfontosabb, hogy senkivel se történjenek meg az előzőekben említett esetek, azonban ha mégis megtörténik, akkor az emberek tudják, hogy mi a teendő, és hívják a 112-es segélyhívó számot.